A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, október 8-án, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Laci Zoltánnal, a Székesfehérvári Bélyeggyűjtőkör elnökével egy közelgő találkozóról. Majd ellátogatunk egy balett előadásra és egy kortárs zenei műsorra. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem, vendégem Laci Zoltán, a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésünk kívánc. Apropója egyik oldalról, de erről majd a későbbiekben nyilván több szó is esik, hogy 2025-ben ünnepli 100. születésnapját a Városi Bélyeggyűjtőkör. Lesz egy egyéves rendezvénysorozat, most azonban akár előhangként is, október 9-e és 12-e között a Dunántúli gyűjtők kiállításának ad otthont a Városi Bélyeggyűjtőkör. Nos, hát erről kell, hogy beszéljünk. Azt hiszem, hogy ez egy hagyomány, és egy nagyon-nagyon fontos tárlat lesz. Mindenféleképpen és hozzá csatlakozik a centenáriumi rendezvénysorozatunkhoz, hiszen mi arra készülünk a következő egyesztendőben, hogy az elmúlt 100 évben a jelentősebb történelmi eseményekhez, vagy a jelentősebb bélyeggyűjtő történésekhez kapcsolódva 100 évvel később hasonló jellegű rendezvényekkel rukkoljunk elő, és tudjuk megmutatni a bélyeggyűjtést. Ennek része a Dunántúli gyűjtők kiállítása is, hiszen 1931. júniusában a Fejér megyei Napló írta arról, hogy Székesfehérváron gyűltek össze a dunántúli bélyeggyűjtők, és egy bemutatóval, kiállítással prezentálták a bélyeggyűjtést abban az időszakban. Mi ehhez szeretnénk kapcsolódni, és dunántúli gyűjtőket hívtunk a szokásos éves kiállításunkra. Ahogy olvasom, és ez egy különleges történet, ez, hogy semmiféle téma megkötés nincsen. Ugye, aki a bélyeg világában mozog, tudja, hogy bármiről, bármilyen módon lehet kiállítási anyagot készíteni. Nyilvánvaló, hogy a különböző nemzetközi és magyar szabályoknak meg kell felelni. Mi azonban egy olyan jellegű kiállításnak hívjuk, de bemutatóra készülünk, ahol a dunántúli gyűjtők a saját maguk által bemutatandónak ítélt anyagaikat mutathatják be. Természetesen az elmúlt évekhez hasonlóan mi külön bemutatóval is készülünk. Ez az apropója pedig a címerek. A Magyarországon megjelent címer bélyegek, illetve 2004 óta az egyre népszerűbb személyes bélyegeken megjelent címereket is be fogjuk mutatni a kiállításon. Itt a meghívóban kiemelésre került, hogy a kiállítás egyik célja, hogy közelebb hozza a gyűjtőtársakat. Ez azt jelenti, hogy baráti beszélgetések kialakulhatnak, amelyek kicsit többek, mint plusztán a szakmai beszélgetések, hiszen itt át lehet tekinteni kinek, hogy mi a fontos számára, és hát az elmúlt időszak eseményeit nem különben. Egy apró példát szeretnék mondani, szerkesztő úr. Szeptember 20-án volt a Hunfila kiállítás Sárváron. Azóta például a bélyeg társadalomban elindult egy polémia, vita arról, hogy mennyire lehet a mostani kiállítási rendszert megtartani, mennyire kell egy digitális kiállítási rendszer felé térni. Valóban lehetőség arra, hogy a gyűjtők találkozzanak, megismerjék egymás anyagait, tudjanak szót váltani a kiállított anyagok minőségéről, javaslatokat tehetnek egymásról. Nyilvánvaló, ha van fiatal gyűjtő, annak még a minél több segítséget nyújthatnak a kiállítási anyagaik megmutatásához.
Illetve ilyenkor szoktak előjönni azok a beszélgetések során, hogy kinek milyen emléke van az adott városban tartott kiállításokról, és nagyon remélem, hogy a gyűjtőknek lesz a fehérvári kiállításokról is. Igen, hát én azt gondolom, az emberi kapcsolatok kivételesen fontosak ebben a felgyorsult világban is, és erre ez példa. Tehát a meglepetés a látogatók számára többek között, ugye erről még nem beszéltünk, de ez is nagyon-nagyon fontos, mert azért valljuk meg, bár erről majd kérdezlek, hogy hol tart ma a bélyeggyűjtés Magyarországon, mennyire elterjedt, hiszen a régi szép időkben, ahogy tetszik, én még gyermekkoromban én magam is gyűjtöttem bélyeget, és szerintem nem volt az én korosztályomban olyan, aki ezt ne tette volna. De először beszéljünk a meglepetésről, de csak röviden, hiszen akkor már nem lenne meglepetés. Igazándiból én azt gondolom, hogy tovább visszük az elmúlt három esztendőnek a programjait, kiegészítő programjait, így közöttünk lesz a Móroz házaspár, akik egy emléklappal, a dunántúli gyűjtők kiállítás emléklapjával készülnek, illetve nagy tisztelettel meghívtuk Szászi József tanár urat, aki a Heraldikai Társaságnak tagja, hogy a címerek világáról, a címerek és a bélyegek világáról beszéljen. Parafilatélia, ez egy új kifejezés számomra. Ez a parafilatélia minden olyan jellegű tevékenységet tartalmaz, például a levélzáró bélyegek. Ugye az 1800-as évek vége fele a különböző cégek a levelek lezárására levélzárót készítettek, ahol a saját cégüket reklámozták. Ilyen jellegű akár az FDC, tehát a kép és a bélyeg közös megjelenése, tehát ilyen jellegű kiállítási anyaggal is készülnek a gyűjtőtársaink. Egy székesfehérvári gyűjtő a parafilatélián keresztül fogja a címereket bemutatni. Egy kicsit beszéljünk bővebben a Fejér megyei települések előadásról, hiszen én nagyon is jól tudom, hogy a régi szép időkben, megint vissza kell, hogy térjek ehhez a jelzőszerkezethez, bizony nagyon sok településről jelent meg bélyeg. Most, mintha ezt hiányolnám, rosszul gondolom? Én azt gondolom, hogy most is nagyon sok bélyeg jelenik meg a településekről, természetesen ez változó, de mi abból az irányból közelítettük meg, hogy a 90-es évek, tehát a rendszerváltással együtt a települési önkormányzatok címereket, új címereket, vagy egyáltalán címereket készítettek, és ezek a címerek 2004 után a személyes bélyegek között megjelentek, és így kötjük össze a címer és a bélyeg kapcsolatát. No, a személyes bélyegek is készíthetőek. Ez mit jelent? Ez a úgynevezett megszemélyisített bélyeg, ami azt jelenti, hogy a szerkesztőről készítünk egy fotót, Magyarországon ugye Magyar Posta gyárthatja le, tehát beszerkesztjük a bélyeg formátumba az ön fotóját, vagy a te fotódat, bocsáss meg, és innentől kezdve ezt 6-os ívben, vagy 35-ös ívben ki lehet nyomtatni, és ezzel ugyanúgy, miután ennek van egy kis szelvénye, ami bérmentesítre jogosít, tehát ugyanúgy levelet, képeslapot fel tudsz ezzel adni. Bárki, bármilyen módon nyilvánvaló, hogy vannak szabályok, ezek közé tartozik, hogy olyan jellegű személyes bélyeget nem lehet megjelentetni, amit korábban a Magyar Posta már kiadott, tehát ezeket a szabályokat a posta figyelemmel kíséri magának a bélyeg készítésnek, ezt online módon a posta honlapján is el lehet készíteni. De hát ez egy csoda pillanat lesz, természetesen ott leszünk, és de azért hadd térjek vissza egy kérdésre, hogy nézzük meg talán először egy kicsit tágabb összefüggésben, hogy hol tart ma a bélyeggyűjtés. Nem Magyarországon, általában a világban. Hiszen ez a világban fantasztikusan mozdul, és ennek nem meglepő, Kína az egyik motorja és bázisa. Óriási ember szám van, és ennek megfelelően óriási bélyeggyűjtő szám van, de maga a bélyeggyűjtő tevékenység is nagyon-nagyon jelentős. Természetesen működnek a nemzetközi szervezetek, és a nemzetközi szervezetekkel által szervezett kiállítások is a világon zajlanak.
szűke pátriárkában az Alpok-Adria munkaközösség, ami 7 országot tartalmaz, köztük Magyarországot is. Minden ezt most, hogy a Covid ugye véget ért, újra visszatérünk, hogy minden esztendőben más országban bélyegkiállítás jelenik meg, illetve hát Magyarországon a nem régen ért véget a Hunfila kiállítás, a Mábéos székházban folyamatosan bélyegkiállítások vannak. Ha mi egyesületünkre térek, akkor a nyár folyamán az Európa-bajnoksághoz és az olimpiához kapcsolódóan a Gárdonyi Művelődési Házban bélyeg bemutatóink voltak, jelenleg a Gárdonyi Művházban a különleges formájú alakú anyagú bélyegekből van bélyeg bemutató, tehát ezek a bemutató sorozatok működnek. Székesfehérváron a Munkácsi Általános Iskolában folytattuk az iskolai bemutatónkat, nyilvánvaló egy festő, egy művészeti iskolában a festőkkel kapcsolatos anyagot tettünk föl. De a szerkesztő úr kérdését tudom. Igen, tágul a kör, akik bélyeget gyűjtenek, mondjuk Székesfehérváron? Biztos, hogy tágul. Ezt én azért merem bátran elmondani, mert az, hogy a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének most van 1100-1200 tagja körülbelül, akik tagdíjat fizetnek és tevékenységet folytatnak a Mábéhozban. De ennél sokkal szélesebb a köre annak, aki bélyeget gyűjt. Jelentős segítség, jó vagy rossz ebbe az internet világa. Tehát nagyon-nagyon sokan az interneten keresztül jutnak, vásárolnak, keresnek bélyeget, akár parafilatériai dolgokat, blokkokat, sorokat, korábbi anyagokat, levélzárókat. Tehát az internet világa ezt valamelyest megkönnyíti, hogyha én valamilyen tematika szerint gyűjtök, és szeretnék megszerezni, megvásárolni dolgokat. Tehát sokkal szélesebb az a kör, aki bélyeget gyűjt. Már csak azért is, mert sokan megkeresnek bennünket, hogy hol tudnának hozzájutni különböző korábbi bélyegekhez. Tehát ebben próbálunk segíteni, de lehetőség van arra, hogy az interneten keresztül ezeket az anyagokat beszerezzék. Tehát a szervezett bélyeggyűjtés mellett sokkal szélesebb az a maga a gyűjtés és a gyűjtői kör. És hát én bízom benne, hogy ezen a dunántúli gyűjtők kiállításán is nagyon sokan lesznek. Lóri, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. És a kedves nézőink, önöknek pedig azért még egyszer elmondanám, tehát október 9-e és 12-e között várják önöket a Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A megnyitó napján 18 óráig, 10-én és 11-én pedig 10-től 18 óráig, illetve október 12-én 10-től 14 óráig tekinthető meg. Én javaslom, hogy látogassanak el a Vokéba, megéri, mint minden esztendőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mi pedig folytatjuk a műsort. Nos, a beszélgetés után folytatjuk a Paletta magazint. A Pelikán teremben mutatták be a Székesfehérvári Balettszínház új darabját. A Pinocchio Cristina Porres Mormeneo koreográfiájával került színre. A világ leghíresebb fabábójáról szóló mesét mindenki ismeri. Carlo Collodi 1883-ban megjelent regényét viszont csak kevesen olvasták, pedig Pinocchio kalandjai hihetetlenül szórakoztatóak, fordulatosak és néhol persze kicsit ijesztőek is. A Székesfehérvári Balettszínház új kortárs táncszínházi változata arra törekszik, hogy minél többet megmutasson az eredeti történet csapogó fantáziájából, játékosságából és humorából, s teszi ezt kivételes érzékkel, fantasztikus koreográfiával és zenével. Természetesen a Pinocchio igaz történetét fogja látni a kedves néző. Egy olyan táncszínházi mű született, amely egyaránt szól gyermekeknek, felnőtteknek, hiszen olyan örökérvényű tanmeséről beszélünk, ami
hogyha tudunk is ezeket az alapigazságokat jó ismételni. És mindezt tesszük a költészet nyelvén, a tánc színház nyelvén. Nagyon színes, nagyon látványos produkcióról van szó, amely tömören fogalmaz, de most nem én követtem el ezt a balettet vagy táncszínházi produkciót, hanem szólistánk és balettmesterünk, aki jeleskedett a kortárs koreográfus stúdióban, és annak a kifutása tulajdonképpen ez a produkció. Krisztina Porres Mormeneóról van szó. Én mondjuk a dramaturgiát jegyzem, illetve a díszlet és fénytervét a darabnak, tehát együtt dolgoztunk a darabon Krisztinával, de a koreográfia munka és a rendezés azt őt dicséri. Igen, és közben tudjuk, hogy azért a zene is fontos ebben, és itt is lesz egy olyan vendég, akit megtisztelhetünk. Hát szerintem a fehérvári közönség nagyon jól ismeri Szirtes Edina Mókust, hiszen ő nagyon sok városi rendezvényen szerzett zenét, játszott, egy lánglelkű zenészről van szó, nagyon gazdag zenei világgal, ami népzenéből táplálkozik, de mégis teljesen új formába, új köntösbe öltöztetve, egyedi hangvétellel, jó értelembe véve eklektikus a zene, hiszen a cselekmény is eklektikus, viszont mégis egy egységet képez. Ez nagyon jól táncolható a zenei anyag, Cserta Balázs közreműködik benne, kiváló székesfehérvári zenész. Nagyon jeles gárda egyébként az alkotó gárda, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve a produkcióval, és hát izgatottan várom a bemutatót. Krisztina Porres Mormeneót vezető táncosként ismerjük, bár az elmúlt időszakban már megmutatta tehetségét koreográfusként is. Most is ez történt. Pinocchio néhol szívfájdító, máskor mulatságos történetét olyan egyedülálló érzékkel ültette át a tánc nyelvére, ami egy minden szempontból egyedülálló klasszikus előadást eredményezett. Hogy azt meg tudnak csinálni az együttes és a gyereknek, mert nagyon szeretem őket. Remélem jól fogadtak el ezt a szuper mű, amit készültünk. Nagy izgalom, hogy az egész koreográfia legyen kész időben, és most már nagyon szép az eredmény, örülök, hogy meg tudtunk itt valósítani. Hogy lehet ezt a történetet a kortárs táncszínház nyelvén megfogalmazni? Hát a gyereknek való, nagyon sok mimika is van, hogy értendő legyen, és a forma, az a nyelvezet az én vagyok, remélem meg látszik, és lehet érezni. És teljesen más történet vagy dramaturgiai készül Attilával, Attila készült a dramaturgiával, és szerintem nagyon izgalmas nyelvezet fog közönség megkóstolni. A táncszínházi mű a mához is szól, alapvető emberi tulajdonságokat vesz górcső alá, miközben megerősíti hitünket az emberi értékek fontosságában. A táncmese üzenete emberré lenni és embernek maradni minden körülmények között. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar az országban egyedülálló módon folytatja küldetését, a kortárs komoly zenét fókuszba helyezve. Az idei évadban 25 zeneszerző mutatkozik be Székesfehérváron a közönségnek. Folytatódott az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Kérdezd a Zeneszerző című koncertsorozata. A kortárs zenei műhelyben idén 25 hazai zeneszerző mutatkozik be, akik a magyar zenei élet különböző generációit és zenei irányzatait képviselik.
Az estek megálmodója és házigazdája az új évadban is Dobri Dániel zeneszerző, a zenekar kortárs művészeti vezetője. Nagyon széles korosztályból próbálunk meríteni, bár ez igaz, hogy a mai koncert az elsősorban a fiatal zeneszerzőké. Különböző vonószenekari darabokat fogunk bemutatni, lesz köztük egy ősbemutató is, Molnár Viktoré, tehát egy nagyon sokszínű koncertre készülünk, ahol majd arról fogunk beszélgetni az elhangzó művek között, hogy miből inspirálódik a zeneszerző, miből merít az ötletet az alkotáshoz. Ennek tükrében jó kezekben van a kortárs magyar klasszikus zene? Én azt gondolom, hogy igen, vagyis remélem, én nagyon szeretem a kollégáimat, akik közül nagyjából szerintem mindannyian megfordulnak idén, nagy részük megfordul idén Székesfehérváron, tényleg az egész szakma, úgyhogy én bízom benne, hogy jó kezekben tartjuk a kortárs zenét. De ez gondolom megerősítést jelent számodra is. Mindenképpen, persze, hát ennek a sorozatnak a létrejötte és tovább élése, ez mindenképpen egy megerősítés, egy nagyon egyedi dolog, ilyet más zenekar nem csinál jelenleg Magyarországon, és hát az is egy nagy megerősítés, hogy a Certisius Magyar Szerző Jogvédő Iroda egy nagyon jelentős anyagi támogatást ad az idei kortárs évadunkhoz, amit egy pályázat formájában nyertünk el, úgyhogy igen, jók a visszajelzések szerencsére. Az es dirigense Cser Ádám volt, aki maga is elkötelezett híve a kortárs műhelyek kivételes tehetséggel megáldott zeneszerzőinek bemutatásában. Én szerintem egy nagyon fontos és nagyon komoly dolog az, hogy ebből a korszakból, a mi korunkból milyen lenyomatokat szereznek a művészek, és ezt hogyan vetik papírra, hogyan lesz ebből zenemű, hogyan lesz ebből bármilyen fajta műalkotás. Nagyon fontos, hogy ezek a szerzők, akiknek a műveik ma elhangzanak, ők itt vannak velünk, majdnem mindegyikük, és a közönség előtt tudnak megnyilvánulni, beszélni, nem csak a műveiken keresztül, hanem ténylegesen kérdésekre is válaszolni, és egyszerűen kitárni azokat a mélységeket, amik egy-egy műben rejteznek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon fontos dolog. Ennek tükrében hol tart ma a kortárs klasszikus zene hazánkban? Azt tudom elsősorban mondani, hogy nagyon sokféle módon. Tehát, hogy nem lehet kimondani azt, hogy így vagy úgy, hanem nagyon sokféle. A fővárosban egészen más jellegű műhelyek vannak és fórumok vannak. Vidéki városokban helytől függően változik, hogy milyen intenzitású és aktivitású a kortárs zene életnek a közönség elővalatárása. Hogy ez nagyon differenciált dolog. Azt tudnám mondani, hogy minden egyes próbálkozás nagyon jó, nagyon fontos támogatni, és nagyon hasznos, mert muszáj közönség elé vinni, és közönségé tárni azokat a dolgokat, amik az modern kor lenyomatai, és zenei lenyomatai. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Minél több helyen van, minél többféle, annál jobb és értékesebb. Az évad első hangversenyén 5 zeneszerző portrét rajzoltak fel a szimfonikusok vonószenekarának segítségével. Molnár Viktor Pillars of Creation című műve az univerzum titkos világába vezet egészen a Sasköt híres képződményeig a teremtés oszlopainak lábához. A felfoghatatlan távolságban lévő gáz- és porfelhőben ugyanis csillagok születnek. Ennek a tiszteletet parancsoló látványnak, annak spiritualitásának és metafizikájának zenei leképezése Molnár műve. Danival már régebb óta ismerjük egymást, és mindig nagyon jó, amikor az embernek, illetve egy zeneszerző úgy ír darabot, hogy tudja, hogy majd el fog hangozni koncerten. Ez lesz az én művemnek a bemutatója, ezt idén nyáron írtam, és így szuper lehetőség, hogy
kollégák darabjai között egy ilyen kortárs esten, ez meg is szólal. Ugye, ha röviden is, de akkor azért beszéljünk erről a darabról, hiszen egy bemutató, egy ősbemutató mindig fontos, nem csak a zeneszerző, de a zenekar és a hallgatók számára is. Igen, ez a Pillars of Creation, magyarra fordítva a teremtés oszlopai. Érdekelnek az űrkutatós témák, több művem született már ebben a témában, vagy e köré. Ez ugye a Saskötben lévő ilyen felhőhalmaz, csillagok bölcsőjének is szokták hívni, szóval, hogy bárki utána tud nézni, aki esetleg érdekli, vagy a darabot meghallgatva érdeklődést mutat majd felé. Ugye egy új darabnál mindig kérdés, hogy sikerül, mind a zenekar részéről, mind a közönség részéről, majd szívesen fogadom a kritikákat, vagy az észrevételeket. Az izgalmas országon is egyedülálló sorozat nyitó koncertjén a kortárs klasszikus zene kedvelői megerősödhettek hitükben. A sorozat folytatja azt az utat, amely a jelen zeneszerzői számára kijelölt a sors és a vitathatatlan tehetségük. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.